Így nézett ki még nyersen a süteménykígyó, azaz a hat fehérvári cukrászat által kinyújtott 96 méternyi tiroli rétes. Cukrászversenyként indult az ötlet, amiből végül a rekordkísérlet, sőt most arra már mondhatjuk, megvalósult új rekord lett. A rétesnek az ötlete az tőlem származik. Én mondtam, hogy azt el tudom képzelni, hogy valami mi is produkáljunk fehérvári cukrászok, és így találkunk, tehát utána körbe ment a városba, megkeresett sok cukrászt, ebből 6 jött el. Egész napos rendezvényre, az első fehérvári rétes fesztiválra várták ma a látogatókat. Sokan elfogadták a meghívást, és itt tanúi lehettek a 6 fehérvári cukrászmester összefogásának. Mindenki 16 méternyi rétes nyújtott, és ezzel sikerült is beállítani egy új rekordot, amit a helyszínen a magyarországi rekordok regisztrátora hitelesített. A székesfehérvári cukrászok azt vállalták, hogy itt a helyszínen a közönség számára egyszerre, egy időben, egy helyen bemutatják a legtöbb leveles tésztából elkészített uzsonna sütemény. Ez a szakmai megnevezése egyébként annak a süteménynek, amit a hétköznapi életben tiroli rétes néven ismerünk mindnyájan. A vállalásukat teljesítették. Damniczky Balázs itt már az utolsó kisült rétes adagot hozza. Ezzel van meg a 3200 szelet, ami mind el is fogyott a helyszínen. Jelképes áron vehették ezt meg a látogatók, akik ezzel az ifjúsága jövő családjaiért egyesület gyermekeinek nyári táboroztatását segítik.